Bencsik Gergely, a Pécsi Tudományegyetem mérnökinformatika szakos végzős hallgatója, aki tanulmányai mellett az elektronikus zenében éli ki kreativitását. 13 éves koromban találkoztam a programozással, mint olyannal, és nekem ez azért volt teljesen egy érdekes és új dolog, mert mint a hasonló korombeli gyerekek, én is nagyon szerettem játszani. A gyermeki álmodozásból komoly szakmai eredmények születtek. A Synchron LQ projektem kétszer futott a Kari TDK-n. Az első körben 2014 őszén egy második helyet sikerült vele elérni, és egy jó TDK jelölést. Majd a 2015-ös őszi Kari fordulón sikerült egy első helyezést és egy prezentációs első helyezést is elhozni. Amellett, hogy az egyetemi és népzenei tanulmányaiban sikeres, különleges hobbiknak is él. Az elektronikus zene volt 2010-ben az a pont, ahol az informatikai és műszaki szakmaiság találkozott ugye, a zenével, és ezelőtte sokáig kérés is volt, hogy azon az alapon, hogy az ember csak egy dologban lehet igazán jó, szerintem ez annyira nem egyszerű, de akkor ebben hittem. És ez egy jó volt arra, hogy ezt a kettőt ötvözzem. Az elektronikus zene jelenleg most a Psytrans, Psybient és közel-keleti folk keverékében merül ki részemről. Gergő nem csak önállóan dolgozik, hanem különböző stílusú zenekarok alapítója, tagja. Az Intucí című zenekarom most adja ki a negyedik nagy lemezét ebben az évben, illetve nagyon-nagyon gyanúsan úgy néz ki, hogy ez egy dupla korong lesz, már annyi szám összegyűlt már, hogy egy dupla korong lesz. Illetve szám szerint 6 videóklip az, ami kikerült már, amiben ilyen a módon előfordulok, mint zenész. Jövőjét az informatikában elsajátított tudás és a zene összegyúrásával képzeli el, amit az elektronikus zenében kíván kamatoztatni. Az, hogy a két szakterületen belül melyik lesz az, amelyik végül is a főprofil lesz, azt hiszem ez már el van döntve. Tehát most 25 évesen úgy gondolom, hogy a profilok azok meg vannak határozva, valószínűleg most már nagyon az erőviszonyok nem fognak változni, hogyha a kettő között kell. Az inkább a jövőnek a kottája, amit meg el kell játszani, ahogyan ez a kettő ugye a közös mesdjén, az elektroakusztika mesdjén haladni fog tovább.